A 351 kilométeres Balaton felvidék túrán a fővárosból Velence felé vesszük az irányt. Kitérőt teszünk a Bencehegyi kilátóhoz, amelyről nem csak az egész velencei tavat, hanem távolabb a Budai hegységet és a Vértest is megcsodálhatjuk. Következő állomásunk Székesfehérvár, az egyik leggazdagabb múltú magyar város. Legközelebb a Fülei Szoborparknál állunk meg, ahol tündér, sárkány, boszorkány bújik meg a fák között a láncfűrészes fafaragók kezenyomán. A Balaton északi partján haladunk tovább, és a Balaton felvidék szőlőtermesztés szempontjából fontos területeit járjuk be, útba ejtve olyan barátságos kis településeket is, mint Kapolcs, Tajándörög és Vigánpetend, melyek nyaranta a Művészetek Völgye Fesztiválnak adnak otthon. Útba ejtjük Balatonfüredet, az északi part fővárosát, amely népszerűségét a tó közelsége mellett elsősorban a pezsgő vitorlás életének, 19. századi villáinak, remek éttermeinek, cukrászdáinak és a környék kiváló borainak is köszönheti. A Tihanyi félszegetre érve megcsodálhatjuk az első András király alapította Tihanyi bencés apátságot, a magyar barokk gyöngyszemét, majd Szántódra kompozunk. Balatonvilágoson a panoráma kilátóból az egész tóra, a keleti medencére és a Bakony hegyeire is rálátunk.